Jó estét kívánok, kedves nézőink! Rendkívüli választási hírösszefoglalónkat látják, amelyben a mai elnökválasztás, valamint a parlamenti, a tartományi és az önkormányzati választások adatait közöljük. A CESID, azaz a Szabad és Demokratikus Választásokért Központ jelentette, hogy egy órával ezelőtt bezárt az a 8390 szavazóhely, ahová reggel 7 órától 6.777.013 szavazásra jogosult polgárt vártak. Csupán azok a szavazóhelyek maradtak tovább nyitva, ahol 20 órakor még várakoztak az emberek. Értesüléseink szerint nem történt olyan jelentősebb rendellenesség, ami kihathatna a választások végeredményére. Legelőször is kapcsoljuk Belgrádot, ahonnan Vojvodity Ágnes jelentkezik a Szabad és Demokratikus Választásokért Központ adataival. Ágnes? A Szabad és Demokratikus Választásokért Központ egyelőre csak a részvételi arányszámra vonatkozó adatokat közölte. Ezek szerint 19 óráig a szavazó polgárok 53,6%-a adta le a voksát, ami megegyezik a 2008-ban tapasztalt részvételi arányszámmal. Régiók szerint vannak eltérések. Szűkebb Szerbiában a választópolgárok 55%-a szavazott, Vajdaságban 53,7%-uk, és Belgrádban a szavazópolgárok fele adta le a voksát, mint mondtam, 19 óráig. Ezúttal is lehetővé vált mindazoknak a szavazás, akik beálltak a sorba este 8 óráig. Emiatt késhet az adatok, a szavazó cédulák megszámlálása és az adatok közlése. Mint a CESID sajtótájékoztatóján hallottuk, először az elnök választásra vonatkozó szavazó cédulákat számlálják meg, majd ezután következik a parlamenti választás szavazó céduláinak megszámlálása. Így az adatok késhetnek, egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor közölnek majd nem végleges adatokat. A véglegeseket holnap délelőtt 10 órakor teszik majd közzé. A stúdiója szó. Köszönjük Ágnesnek. A média nagy figyelmet szentelt annak, hogy a vezető politikusok hol és miként szavaztak, többségük neve szerepelt valamelyik listán. Boris Tadicja, a Demokrata Párt államfőjelöltje a délelőtti órákban élt állampolgári kötelezettségével. Csedomir Jovanovics, a fordulat elnökjelöltje reggel 9 órakor az újbelgrádi 21-es számú szavazóhelyen voksolt. Tomislav Nikolić, a Mozdítsuk előre Szerbiát jelöltje Újbelgrádban szavazott. A dvéri elnökjelöltje Vladan Glišić 8:30-kor szavazott a belgrádi 11-es számú szavazóhelyen. A fővárosban a délelőtt folyamán járult az urnák elé Ivica Dačić, a szerbiai szocialista párt vezette koalíció elnökjelöltje is. Muamer Zukorlić, akit a polgárok csoportja jelölt államfőnek, az egyik Novi Pazari általános iskolában adta le voksát. A 19 órai adatok szerint Vajdaság egész területén a szavazásra jogosultak 53,7%-a tett eleget polgári kötelezettségének. Milyen változások történtek azóta, kérdezzük Micsik Andreát, aki a Tartományi Választási Bizottság legfrissebb adataival jelentkezik. A Tartományi Választási Bizottság egy órával ezelőtt tartott sajtótájékoztatót, és igen, mi is ezeket az adatokat hallottuk, tehát Vajdaságban 51,63%-os volt a részvételi arány, ami a 2008. május 11-én megtartott választásokhoz képest 3,5%-kal magasabb, akkor ugyanis 48,14%-os volt a részvételi arány 19 órakor. Ami a régiókat illeti, a legaktívabbak Közép-Bánátban voltak, a szavazók 60,68%-uk adta le voksát. Észak-Bácskában volt a legalacsonyabb a részvételi arány, 45,39%-os. A községek közül a plandisteiek voltak a legaktívabbak, 71,43%-uk szavazott 19 óráig. Kevesebben pedig Szabadka községben szavaztak, 43,38%-os volt a részvételi arány este 7 órakor. A Tartományi Választási Bizottság egy óra múlva, tehát 10 órakor tart újból sajtótájékoztatót, az ott hallott eredményeket majd a 22 óra 30-kor kezdődő külön műsorunkban ismertetjük Önökkel, a szó a stúdiójé. Köszönjük Andreának a friss adatokat. Koszovóban az EBSZ felügyelete alatt zajlottak a választások. Nikola Gaon szóvivő elmondta, hogy mind a 90 szavazóhelyet megnyitották. Összesen 109.113 szavaztak ma Koszovóban.
Werner Anhofferhez, az EBSZ misszió vezetőjéhez több megjegyzés is érkezett azzal kapcsolatban, hogy Zvecsánban és Zubin Potokban a helyhatósági választásokat külön helyiségben bonyolították le. Anhofer azt válaszolta, hogy ők kizárólag az elnök és parlamenti választásokat felügyelik. Azzal kapcsolatban, hogy egyesek nem voltak bejegyezve a választási listára, azt válaszolta, hogy ezzel kapcsolatos megjegyzéseikkel az érintettek forduljanak a köztársasági választási bizottsághoz. A folytatásban kapcsoljuk Brücker Istvánt, aki a Szerb Haladó Párt belgrádi székházában van. István, milyen adatokat sikerült begyűjteni, milyen a hangulat? Köszöntelek, Kriszta, jó estét kívánok innen az újbelgrádi székházból, ahol a Szerb Haladó Párt nemrég költözködött be, ugyanis eddig Zimonyban kapott helyet. Sajnos nem tudok adatokról beszámolni, mert eddig nem tartották meg a sajtótájékoztatót, amelyre minden pillanatban sor kerülhet. Amit tudok, az az, hogy a 19 órási részvételi arány 53,6%. Forrósodik a hangulat, minden percben várjuk a legújabb eredményeket, várjuk, hogy a párt vezetősége az újságírókhoz szól. Itt van Tomislav Nikolic, a pártvezető, az alelnöke Alexander Vucic, és sok támogató szimpatizáns. Itt köztük zenészek, esztrádművészek, amit önök kedves nézők nem látnak ebben a pillanatban az, hogy mi történik a kamerák mögött. Mint minden alkalommal, 3 éves fennállása alatt a Szerb Haladó Párt igazán kirukkolt ezúttal is, és gyönyörű svédasztallal kedveskedik az újságíróknak és a vendégeknek. Még el szeretném mondani, hogy rengeteg az újságíró, rengeteg a média, legalább 50-60-an jelen vannak, nagy a tolongás, forrósodik a hangulat, és a hangzavar is nagy, ezért legjobb, hogyha most befejezem a jelentkezésemet, legközelebb 22 óra 43 perckor jelentkezem újabb adatokkal, remélem addig megtartják a sajtótájékoztatást. Stúdió. Köszönjük Istvánnak a hangulatos beszámolót. A CESZID adatai szerint Szerbiában 19 óráig a választásra jogosult személyek 53,6%-a járult az urnák elé. Ez csak alig több, mint 0,5%-kal marad el a 4 évvel ezelőtti adatoktól. Vajdaságban, ha elenyésző mértékben is, de nagyobb volt a választói kedv. Ugyanis az 53,7%-os volt a részvételi arány. A 2008-as elnökválasztáson 19 óráig közel 5%-kal szavaztak többen, mint most. De akkor csak államfőt választottunk. Rózsa Anikó Belgrádban a Demokrata Párt székházában kíséri figyelemmel a választási eredményekről beérkező információkat. Anikó, milyen a hangulat, éreznie a feszültséget a levegőben? Innen a Demokrata Párt székházából lassan érkeznek a tisztségviselők is, és az adatok szerint itt van már Boris Tadic elnök is, 8:49-kor érkezett meg, és Rasim Jajic, a szandzsáki bosnyákok vezetője is. Adatokat még nem közöltek, eredményhirdetést valamikor 9:30 utánra jelentettek be, de nem hivatalosan megtudtuk, hogy a Demokrata Párt szerint is a részvételi arány megközelítőleg 52%-os volt. Egyelőre ennyit a Demokrata Párt székházából. Elnézést kérünk a műszaki hibáit, a kapcsolás elején nem volt hang, bocsánatot kérünk. A voksolás Szerbia 8323 szavazóhelyén zajlott, de külföldön is urnához járulhatnak a szerbiai állampolgárok, mégpedig 38 szavazóhelyen a világ 22 országában. A büntetés végrehajtó intézetekben 29 helyen volt erre lehetőség. Podgoricában 17 óráig a szavazásra jogosultak 46% adta le a voksát, Bécsben 15 óráig több mint 50%-uk. Chicagóban és New Yorkban, ahol már tegnap szavazhattak, 54%-os volt a részvételi arány. Brüsszelben 13 óráig a szavazók 1/3 élt állampolgári jogával. Berlinben és Moszkvában is lehetett szavazni, a német és az orosz fővárosból egyelőre nem érkeztek adatok a részvételi arányról. Szűk fél óra múlva valószínűleg már meglesznek az első részeredmények az államfői, valamint a köztársasági és a tartományi parlamenti, meg az önkormányzati választásokról. Friss adatokkal ezzel kapcsolatban 10:30-kor jelentkezik szerkesztőségünk. Hírösszefoglalónk végén nézzenek meg egy összeállítást a választásokról. Viszontlátásra!
Az elmúlt évtizedek legintenzívebb reklámtevékenysége övezte az idei választásokat, közölte az MTI. A pártok plakátok, rádiós és televíziós reklámok özönét zúdították a választókra. Az 52 napos kampány alatt főleg a televízióra összpontosítottak a politikusok. Színészek és énekesek ekkora tömege is most először jelent meg a pártok rendezvényein. A költségeket firtató kérdésekre a pártok magukat meg nem nevező támogatókra hivatkoztak. A választási szabályzat értelmében az elnökjelöltek a költségvetésből csak úgy igényelhettek pénzt a kampányukra, ha előtte letétbe helyezték az összeget, vagy megfelelő értékű ingatlant kínáltak fedezetként. Ha a jelölt nem éri el az 1%-os támogatottságot, akkor vissza kell fizetnie a pénzt, amelynek összege 50 millió dinár, azaz 447 ezer euró. Kérdés, hogy a szavazópolgárokra milyen mértékben hatott ez az elszánt kortes hadjárat. Szerintem mindenki kitett magája maga módján. Voltak nevetségesek, voltak, akik reálisabbak voltak. Hát szerintem olyan körülbelül egyforma. Önre mennyire hatott a kampány? A kampányban elhangzottak alapján szavazott, vagy már előre tudta, hogy kire fog voksolni? Nem, mint az előbb említettem, nem annyira kísértem a kampányt, tudtam, kire fogok szavazni, tehát mindig úgy, hogy nem. Nem hatott rám. Annak örültem, hogy nem volt annyira agresszív, nem volt annyira ellenséges, nem voltak annyira kirívó ellenségeskedések talán, de nem, egyáltalán nem hatott rám. Tehát az, ami eddig volt, mondom, reménykedek abban, hogy jobb lesz, de a kampány, mint kampány, az már hát megszokott. Sokat szerintem belefektettek ebbe kampányba, máshol is el lehetett volna költeni azt a pénzt. Ez van. Önre mennyire hatott a kampány? Hatott az, amit a kampányban mondtak, vagy pedig ön előre tudta, hogy kire fog szavazni? Hát előre tudtam, hogy kire fogok szavazni. Most néztem itten, egyik a jószágra ment, a másik a mezőgazdasága, mindenki mindent ígér, de hát úgy voltunk vele, hogy adjunk még egy esélyt, és akkor meglássuk, hogy mi lesz. Reméljük egyszer az Európai Unióba kötünk ki, ha minden jó lesz. Nem így kellene, egy kultúrországban nem így kellene kampányolni. Itt jobban arra mentek, hogy egymást pocskondiázzák, mint hogy a programokat mutassák be a pártok. Hanem egymást pocskondiázták, és ez én szerintem egy piszkos dolog. Én nekem az nem számít, hogy melyik pártban valaki, hanem ki, hogy viselkedett, ki, hogy bizonyított, és ki milyen ember, általában milyen ember. Én szerintem mindegy, hogy ki lesz, egyforma. Most kell választani a rossz, meg a rosszabb között. Hát akkor inkább a rosszat választjuk, mint a rosszabbat. Mert én szerintem a világban is a helyzet, a gazdasági helyzet nagyon rossz, úgyhogy hát sok jót nem bírunk várni. Majd meglássuk, na.